Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ismét Családőrzők című műsorunkat látják. Helyszínünk most is, mint az elmúlt adásokban is tapasztalhatták, a Fekvőkatona söröző és kávézó Székesfehérvár gyönyörű belvárosában. Vendégeink pedig a szakértők egyben, Fekete Cseri Zsuzsanna, egészségfejlesztő rekreológus, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője. Szeretettel köszöntelek. Szervusz Csilla, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. És köszöntöm Pap Csilla személytervezési tanácsadót, szaktanácsadót, mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És milyen igazságtalanság az élet csak azért, mert férfi, mindig utoljára maradt Tornyai Gábor atya, plébános mentálhigiéniás szakember, pedig nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy. De egy férfinek meg is, aki ilyennek kell lenni, úgyhogy én is szeretettel köszöntelek benneteket is. Nehéz témát feszegettünk az elmúlt adásokban, és nagyon fontos témákról beszéltünk, hiszen a féltékenység igen gyakori jelenség a házasságban, az emberi kapcsolatokban, és a házasságra hegyeztük ki ezt a témát, pedig megjelenhet ez a családban máshol is. Például a gyerekek között ez lesz a mai téma. Úgy döntöttünk, hogy erről fogunk beszélni. A gyerekféle féltékenység, amitől a szülő már akkor fél, amikor érkezik a második gyerek. Ugye akkor már úgy fel kell készíteni az elsőt, hogy nem minden figyelem majd felé irányul, de azért ez is ülhet el rosszul. Hát igen, minden sülhet el rosszul. Különösen akkor sül el rosszul, hogyha a szülők nem tudnak kellő nyugodtsággal és higgadtsággal felnőttként hozzáállni ehhez a helyzethez. Az újszülött megérkezése különös akkor, hogyha hosszabb ideig volt az első szülött egyedül, őnek volt ideje megtanulni, hogy ő az első a családban, a legfontosabb a családban, mindenki őt keresi, mindenki őt szereti, mindenki ővele foglalkozik, mindenki őre kíváncsi. Aztán egyszer csak, hogyha megjön egy kis betolakodó, akkor jó, jön az a csomag, hozzon ajándékot, aztán vigyék innen, mert elég volt belőle, bőg is, büdös is, minden baj van vele. És egyébként se velem foglalkoznak. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, de valóban ma már nagyon jó kialakult technikák vannak arra, és nagyon sok ilyen fórumon mutatják és mondják, és könyvek jelentek meg róla, hogy hogyan kell ezt bevezetni a családba, hogy egyel többen lettünk. Nyilván függ attól is, hogy mennyi idős a nagyobbik testvér, ami egy nagyon fontos dolog. Függ a nagyobbik testvérkorától, amit Zsuzsi is mondott, hogy mennyi ideig volt egyedül az első gyerek, mert ugye az első gyerek az mindig egy amazon, egy amazonnak születik, ő az első, a harcos, vagy ő van a hierarchia csúcsán általában, de aztán van az úgy, hogy megfordul a testvérek között, mert elképzelhető az is, hogy a kicsi domináns lesz, hiszen ő akar, pláne hogyha azonos nemű gyerekekről beszélünk, akár fiúk, akár lányok esetében, nagyon sokszor látok olyat, hogy a másodszülött akar az első helyre kerülni, hiszen ugye az evolúciós pszichológia mit mond, hogy első helyre törekszünk, tehát az evolúció alapján mindig előre tesszük magunkat, hiszen mindenki egy individuál, és mindenki szeretne felfelé törekedni, viszont hogyha a szülők rendben vannak, és a szülők közötti viszony rendben van, akkor azért ezt lehet jól kezelni, meg lehet ezt fejlődni. A másik fontos dolog az, hogyha látom azt, hogy a gyerekeim mondjuk kezdenek összenőni, tehát már nem csecsemő, és mondjuk nem 5 éves, hanem van egy 5 és egy 7 évesem, és látom azt, hogy féltékenyek, irigyek, rivalizálnak, akkor a szülők szeretetért rivalizálnak ám. Tehát alapvetően ez mindig a szülőnek szól, amikor a gyerek féltékeny. Nem a másik gyereknek szól, hanem nekünk szól. Tőlünk várnak figyelmet, szeretetet, gondoskodást, törődést, valamit, amit nem kapnak meg. Ha most itt sorba beszélgetünk, akkor hagyd szólítsam meg Gábor atyát, mert azon gondolkoztam, hogy a Bibliában is előfordul a testvéri féltékenység. Ugye a klasszikusom nekem is eszembe jutott, ez a Káin és Ábel története. Ugye ott, hogy ki a jobb, ott is ugye ez vetődött fel, és itt már ezért nem is annyira gyerek, hanem felnőtt féltékenységről van szó. Kinek az áldozata kedvesebb az Istennél, melyik ki van jobb pozícióba, kinek lesz jobb. És gyakorlatilag ugye ezek a bibliai történetek azért alapvetően arról szólnak, hogy az embernek van valamiféle tapasztalata arról, ami most van, és keresi a választ arra, hogy ez honnan indulhatott ki, mi volt ennek a gyökerénél, a kezdeténél, és hát ezt a teremtéshoz egészen közeli állapotot próbáljott a Biblia megfogalmazni, leírni, hogy ott bizony arról volt szó, hogy itt ez a mind a két ember bemutatta az áldozatát, mind a két férfi ott volt, hogy ő valamit adott az Istennek, és aztán erre mindenféle magyarázatok születtek, hogy Káin talán nem is mutatta
adta a legjobbat, nem azt adta az Istennek, ami a legfontosabb. Bezzeg Ábel a legszebbet, a legfiatalabbat, a legértékesebbet adta, de itt már rögtön akkor már beindul a magyarázat, hogy valakit felmentsünk, valakit hibáztassunk, és megtaláljuk az okot arra, hogy az egyiknek miért jobb, és a másiknak miért nem. És ez, bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy ez akár most a jelen világunkban is ugyanígy itt van ez a féltékenység tapasztalat, hogy kinek mi a jobb. És ha már így a szülő-gyerek viszonyba nézzük, mert most még ugye oda néztünk vissza, hogy azért ezt is látom, amennyire belelátok családok életébe, hogy óhatatlan, hogy a szülők valamelyik gyerekhez jobban vonzódjanak valamiért. Ezt legalábbis itt sokszor látom, hogy vagy az egyik üdesebb, vagy a másiknak jobban csillog a szem, az egyik huncutabb, a másik meg komolyabb, egyikkel többet kell foglalkozni, másik a kevesebbet, egyik könnyebb, másik nehezebb természetű, és mivel emberek vagyunk, és azt hiszem, hogy talán ezt a legnehezebb megoldani, hogy mind a kettőre pontosan ugyanúgy tekinteni, pontosan ugyanazzal a figyelemmel és szeretettel lenni, már csak az életkoruk miatt sem nagyon lehet. De azt gondolom, hogy egy ikerpárnál sem biztos, hogy akik elvileg egyidősek, hogy sem működik teljesen ez. Lehet, hogy Zsuzsi ezt jobban tudja. Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és egy nagyon érdekes kérdés. És hogy mondtad, hogy ahol két gyerek van, őszinte leszek hozzátok, én még nem nagyon találkoztam olyan két gyerekes családdal, ahol ne lenne egy nagyon komoly rivalizálás, féltékenység a két gyerek között. Három és a fölött akárhány gyerek van, sokkal kisebb számban fordul ez elő, és sokkal kisebb súllyal esik alatba. Nem tudom, hogy jól gondolom-e, ha nem értetek velem együtt, akkor szóljatok. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontos dolog lenne úgy kialakítani a családba, hogy a gyerekek mire felnőnek, számíthassanak egymásra. Mert hogy pont használtad, Gábor, hogyha te is a mai világ kifejezést, a mai világban annyira nem csak a családra van szükség, mert beszélünk a család egységéről, de külön-külön a családon belül is emberi kapcsolatok vannak. És amikor már a szülők nincsenek ott, akkor döbbennek rá többen testvérek, hogy te jó ég, ebből a családból már csak mi maradtunk, és mi itt öldököljük egymást, és hogy mennyire fontos volna, hogy számíthassunk egymásra. Tehát ezért kell már kicsinek odafigyelni. Én időnként mondok személyes dolgokat a saját családomból, saját gyerekeimről, és a saját tapasztalásomról, mert hogy ez zsigeri. Ugye nekem három gyerkőcöm, két fiam és egy gyönyörű kislányom nőtt fel, már mindannyian felnőttek. Én nagyon emlékszem, arra kétszintes házban laktunk, és anyukák, apukák ismerik ezt az érzést, amikor valamelyik gyerek úgy dönt, hogy ő neki most segítség kell, és akkor jön szülőhöz segítségért, és ilyenkor visít, hogy anyu, apu! Na, ez nálunk is így volt, jött valamelyik lefelé, és közölte, vagy mondta, hogy valamelyik, nem tudom, ABC variáns, és mindig meghallgattam őket, és megnéztem, hogy kell-e segítség, vagy meg tudja oldani ő a saját életében, és talán megkérdeztem, és most mit vársz tőlem, ő nem az én testvérem. De először úgy néztek rá, mint aki elmebeteg. Tehát, hogy így, aztán, hogy szépen lassan megszokták, és tényleg nem az én testvérem. Tehát a testvérek között, hogy ők megtalálják azt a fajta egészséges egyensúlyt, a helyezkedést, ez egy fontos személyiségfejlődési lépcsőfok, hogy érdeket tudok érvényesíteni, hogy igen, bele tudok állni a helyzetekbe, hogy igen, tudom kalkulálni, kialkudni magamnak pozíciókat. Tehát ez egy teljesen rendjén való folyamat. Ha én teszek igazságot, és ha én mondom meg, hogy ki volt a kisebb, a nagyobb, az okosabb, az ügyesebb, a gyorsabb, a hibásabb, a nem tudom én micsoda, onnantól kezdve kívülről irányított személyiségekké fognak válni a gyerekek, mint a marionett figurák, és még felnőtt korekban is azt várják, hogy ugye anyu, igazam van. Tehát nálunk most már, ha elhangzik a családban, hogy megmondalak anyunak, akkor mindenki egyként vihog és röhög, mert hát mondjad. Amikor még nincs is meg a baba, csak várják a második babát. Nem lehet ezt befolyásolni. Az, hogy sokszor hallja az idősebb testvér, hogy ő majd megszületik, te leszel a nagyobbik, neked kell vigyázni rá, szeretni kell őt, mert ő picike. Ugye ilyet hányszor hallunk ilyet? Segít ez? Nem. A gyerek nem érti, hogy miről beszélsz. Tehát, hogy elmondhatod neki, mint a kis felnőttként beszélnél vele, de ő gyerek, ő nem felnőtt. Ő nem érti ezeket a dolgokat. Ő azt fogja érteni, amikor megszületik a tesó, és akkor majd ő, akkor ő hogy van pozícionálva.
És akkor ugye olyankor jönnek el, hogy te vagy a nagyobb, neked ezt jobban kell tudni, és ezek már azok a pozíciók vagy pontok, amikor már mondjuk nehezebbé tud válni egy kapcsolat. És aztán utána persze a szülőkön múlik utána, hogy aztán mennyire kapja meg a figyelmet mondjuk az a nagyobb gyerek, vagy mennyire bekerül háttérbe a kisebb mögött. Persze, ahogy egyre több gyerek van, ugye egyre azt hiszem nehezebb. Ugye itt volt egy jó pár adással ezelőtt, most már sok-sok adással ezelőtt a Szauta Rákos barátom, és akkor ő mint nagyon-nagyon sok gyerekes apuka, azt hiszem, hogy lehet, hogy most nagyon bölcs dolgokat tudna mondani arról, hogy akkor mondjuk 6 gyereknél hogyan is működik ez a rivalizálás, meg egymásra figyelés, mert ott is szerintem ott a köztes gyerekek között mehet ez a játék, de ezt inkább szerintem meghagynám neki, hogy ezekről ő meséljen. Egyébként a rivalizálás vagy maga a féltékenység is egy bizonyos szempontból még jó is és egészséges is, hiszen ebbe tanulja meg magát asszertívvá tenni, vagy amit te is mondtál, pozícionálni, menedzselni magát, mint embert, mint individuált, tehát mint egy önálló emberi lényt, mert hogy később önmagát képviselnie kell, tehát majd nem lesz ott anyu, apu és a testvérek, akik megvédnek. Persze tudjuk, hogy van ilyenre is példa, hogy felnőtt korban is idézőjelbe téve még pelenkázzák a felnőtt gyermeket és gondoskodnak róla, mert nem tartják képesnek arra, hogy önálló emberi lényként egy önálló életvezetésre képes legyen. Viszont nagyon sok olyan aprónak tűnő dolog van, amivel a testvérek között nagyon szépen egyensúlyt lehet teremteni szülőként. Mondhatok néhány példát? Például olyan dologra gondolok, hogy megdicsérem a gyerekemet, és pontosan azért és akkor, amikor az a cselekedet történik, és nem teszem hozzá, hogy de te is okos ügyes vagy, hanem csak akkor dicsérem meg őt is, ha tényleg őt is lehet valamiért dicsérni, vagy kifele nagyszülőknek, rokonoknak dicsérem, hogy hallja, de nyilván ennek reális dicséretnek kell lenni, vagy teremtek időt arra, hogy mondjuk kis Pistikével is tudjak kicsit én időt teremteni, tehát ketten időt, anya-lánya program, vagy anya-fia, vagy apa-fia program, és a másikkal is, tehát hogy mindegyikre jusson külön idő is, tehát nem kell folyamatosan ezt az összeterelést úgymond erőltetni, vagy játszani, hiszen annak az egy szem gyereknek is szüksége van rám, belőlem is valamire, valamennyi időre. És ha mindig ezt az egységet erőltetjük, akkor tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen csoportos dologgá fejlődik, és nincsenek meg az egyéni érdekek, és nincsenek meg az egyéni kielégülési feltételek, hogy szükségem van az anyámra is, szükségem van az apámra is, egyedüliként is. Az jutott eszembe, hogy ez az örök probléma, akár felnőttként is, hogy most egyéniség felé hajtok, vagy pedig az egység felé fordítok, és mondjuk ahol sok gyerek van ott is, hogy most mindenáron az egységet nyomom, vagy mindenáron az, hogy ő az legyen, vagy valahol a kettő közti egyensúly szög, szerintem ez egy nagy művészet lehet. Úgyhogy én akkor mindig azt mondom, minden tiszteltem a szülőké, akik ezt jól próbálják, vagy jól tudják csinálni, mert én a pályaszélén most nagyon bölcs és okos dolgokat tudok mondani, de akik benne vagytok, vagy benne vannak. Tényleg az egyensúly a döntő. Amikor valaki eljut addig az életkorig, hogy már felnőtt gyerekei vannak, és rájön arra, hogy a 3 felnőtt gyereke, vagy az 5, vagy a 2, vagy akárhány, az mind egy külön önálló személyiségé tudott válni és alakulni. És ők nagyon tudják egymás erősségeit és gyengeségeit. Az nekem egy csodálatos dolog, amikor a gyerekek megélik azt, hogy imádom az anyámat, nagyon szeretem, tisztelem az apámat, nagyon jó velük, rendben van minden, de azért, ha valami olyan van, először egymás között próbáljuk megoldani, először együtt próbáljuk meg megtalálni. Ha például valamelyik gyerek bajban van, történt valami negatívum a családban, akkor a másik kettő oda megy, és elmondja neki, hogy milyen döntést hoztál, lehet, hogy lehetett volna más dönteni, vagy így csinálni, vagy úgy csinálni, leszedik róla a keresztvizet, utána egyként összeállnak és helyrehozzák a hibát, aztán megmondják neki, hogy most aztán már odafigyelj. Vagy ha valahol nagy öröm van, vagy nagy siker, ugyanúgy felsorakoznak. Tehát az összetartás az ebből álljon, de mindegyiknek legyen saját önálló élete. Tehát azt ne én mondjam meg, vagy ne a szülő dönts el, hogy ő zenész lesz, ő meg könyvelő lesz, ebből meg orvos csinálunk. Ez katasztrófa, amikor ilyen felnőttekkel hány ilyennel dolgozol te is? Én rengeteggel, és látom azt, hogy tulajdonképpen a szülők mérgezik meg a legnagyobb jó akarással, vagy a legnagyobb jó akarattal a gyermekeiknek, és ugye erre mondjuk azt, hogy a pokol útja is jó szándékkal vannak kikövezve. Tehát, hogy igenis nem a miénk, tehát mi nem birtokolhatjuk a gyerekünket. Ő nálunk van, általunk velünk nevelődik, de nem mi birtokoljuk, és nem mi fogjuk neki megmondani, hogy már pedig te ez leszel, az leszel, hanem valójában
valójában egy önálló egyéniségként, egy saját szabad személyiségként kellene kezelni a saját személyiség fejlődése érdekében. Nekem most két dolog jutott eszembe. Az egyik, amit még Zsuzsi említett, hogy gyerekek jönnek le a lépcsőn. Csak én még így, még a felvétel előtt beszélgettünk erről, hogy azért picit talán megpróbálni megnyugtatni a szülőket, hogy ha a fiúk összeverekednek valamin, akkor az nem biztos, hogy baj. Már csak hogy saját példa, az egy gyerekkoromban is elég sokat bunyóztam a tesómmal otthon a lakásban, vagy ott fönt a 7. emeleten voltak ilyen külön csatározások, hogy a nagyok a kicsik ellen, és ott fönt a lift környékén, a ledobó környékén mentek a vízipisztolyozások, vagy bármiféle egyéb játék. Sokszor akár vérre menő, már mint hogy akár a tesómmal is, de hogy ez nem azt jelentette, hogy mi most ne szeretnénk egymást, akkor éppen valami kirobbant belőlünk. Csak hogy sok szülő ilyenkor beszokott pánikolni, vagy sok szülőtől hallottam, hogy akkor mi van, mire neveltem a gyerekeimet, akkor most mi lesz majd velük, meg hogy lesz majd velük, hogy hát ezt majd remélhetőleg kinövik meg. Bocsánat, az anyukák általában az édesanyák pánikolnak, ezt nekem nagyon gyakran nem mondják, én mindig elmondom, hogy az a bajod, hogy sose voltál kisfiú ebben az életedben. Az apukák ilyenkor azt mondják, hogy legalább tegességes gyerek. Igen, ez a tipikus női attitűd, a pánikolás egyébként. De két kép van előttem, ahogy hallgattalak benneteket, az egyik a cukib, amikor is az udvaron játszik a 6 éves kislány, és két öccse, a 4 éves kisfiú és a 2 éves kisfiú, és egyszer csak azt látom, hogy a 6 éves kislány beszalad a lakásba, fog egy cumis üveget, kiruhan, kikapja a kisebbik szájából a cumit, betomja az üveget, de megitatja majd vissza az egész, és visszaruhan, és közben szomjas volt. Tehát látta a törődést, ugye ő a legidősebb, ráadásul ő a kislány, hát látta, hogy törődik édesanyja a gyerekkel, inni kell, inni, akkor ő ebbe beszállt és segített. Ez az egyik kép. Viszont tudok egy ellenpéldát is mondani, amikor mondjuk 3 vannak egy családban, de lehetnek 4 a gyerekek, és valamelyiknek van valamilyen születésnapja, vagy 4 napja, amikor mennek a rokonok köszönteni. Hát van, aki ilyenkor ugye meg tudja csinálni, hogy csak annak vesz ajándékot, akinek tényleg valamilyen van, és van, aki gyenge, és nem tudja megcsinálni, mert tudja, hogy akkor balhé lesz. De én kipróbáltam egyszer, hogy csak az ünnepeltnek vittem nagy ajándékot, másik kettőnek kicsi apróságot. 10 perc múlva a kocsiba voltam a nem ünneplendő gyerekkel, és mentünk vásárolni, hogy béke legyen. Tudom, Zsuzsi, ez nem volt helyes. Én egyébként olyanról is tudok, és ugye ha már így a negatív példa, hogy azért amikor már elég nagy korkülönbség van mondjuk a legnagyobb és a legkisebb között, és akkor ilyen szakkifejezéssel mondva parentifikálódik a legnagyobb gyermek, hogy akkor anyuka szülővé válik, én anyuka lepasszolja, hogy majd te vagy itt a legnagyobb, majd akkor vigyázz rá, és akkor ő éri a saját életét. És azért ilyennel is találkozom, hogy ő felnőtt korában azért csak keserű édesen időről időre megjegyzi, hogy akkor én azért nem tudtam élni, mert a tesómra kellett vigyáznom, pedig én is azt csinálta volna, hogy ő meg ugye megcsinálhatta, mert ő kisebb volt, ő aztán, amikor elérte abba a korba, akkor szabadabb lehetett, de a legnagyobb az éppen nem tudta ezt megtenni, és akkor megmaradt egy ilyen keserű édes szájíz a szájába. Bocsánat, csak annyit még, hogy az előbb mondta, hogy két dolgot jutott eszembe. A másik, ami eszembe jutott igazából, hogy ez a testvérek egysége, amiről beszéltünk, hogy én ezt, ha már családról beszélünk, még inkább kinyitnám, nekem nagyon jó élményem az unokatestvérek egysége. Tehát, hogy egy, amikor kialakul a szülő-testvéri viszonyból egy unokatestvéri jó viszony, és akkor egymással kapcsolatot tartanak, együtt örülnek, együtt ünnepelnek, egymást erősítik, egymást segítik, tehát hogy van ez a fajta rokoni háló, ami szintén egy erős megtartó háló tud lenni. Például ott, ahol csak mondjuk egy gyerek van a családban, de hogy ott vannak az unokatesói, aki felé oda tud fordulni, vagy tud segítséget kérni. Igen, ez nagyon jó. Én megígértem a lányaimnak, hogy nem beszélek róluk, de azért ezt elmondom, mert megkérték, és hogy ismersz egy családot, akinél előfordulhat. Igen, ahol 2 lány van nagy korkülönbséggel, 14 év korkülönbséggel, és a 14 év korkülönbség között született 2 fiú unokatesó, akikkel ugye az első szülött lányom nagyon jól tudott együtt felnőni. Kapott, hogy ugye, hazamentek időről időre. Abszolút, és együtt volt egy közös nyaraló, ott együtt játszottak, együtt randalíroztak, csibészkedtek, tehát kapott nagyon jó fiú mintát, más korosztályból mintát, és mire megjött úgymond a kis húg,
14 évkor különbséggel addigra ő már annyira kész volt, és annyira jól tudta kezelni, és például nálunk testvérféltékenység és rivalizáció valószínűsíthetően a korkülönbség miatt sem alakult ki. Igen, ez, hogyha elég nagy a korkülönbség, akkor nem is alakul már ki. Igen. Ez érdekes, tudok rá példát mondani, ahol hárman voltak testvérek, és 9 év volt a különbség, és az első két testvér, amikor meg volt, ölte egymást, pontosabban a kisebbik ölte az idősebbet, egészen addig, míg meg nem született a legkisebb, aki már az idősebbnél 18 évvel volt fiatalabb, akkor a legkisebb és a középső ölte egymást addig, míg a középsőnek meg nem született a saját gyermeke, és utána lettek jó testvérek, és itt azt mondtuk, hogy azért, mert hogy túl nagy a korkülönbség közöttük, és nyilván mindig a kicsit kényeztette a szülő. Egyébként a középsőnek a legnehezebb, tehát, és általában a középsők lesznek, és most itt nem akarok senkit bélyegezni, meg felcímkézni, de a középsőkből lesznek a legfajintosabbak, a legéletképesebbek általában, mert nekik küzdeniük kell, mert ugye van egy testvér, egy nagyobb testvér, aztán van egy kicsi, és valahogy ott középen ő úgy ide is, oda is húz, és úgy ellavírozgat, viszont én azt látom, hogy valahol nekik küzdeniük kell a szülők figyelmért, mert ugye utána még jött egy kicsi, aki elvette azt az energiát, figyelmet. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy a szó, amit használtál, hogy ölik egymást, ez nem arról szól, hogy féltékenység. Ez arról szól, hogy egy olyan rivalizálás van, hogy én irányítok, én vagyok a pozícióban, én nekem van jogköröm, én nekem van hatalmam. Ott egy egészségtelen önértékelés zavarral küzdő közeg ismétli önmagát, bocsánat. Reprodukálják magukat, mert hogy másolunk, amit mondtál a cumis üveges történetnél, tehát így másolunk. Tehát ugye a jó példát is másoljuk, de a rosszat is, és sajnos visszük tovább, és ugye reprodukálódik újra és újra, újabb és újabb generációkban. Érdekes lenne megnézni anya-apa kommunikációját. Abszolút. Ugyanebben a családban. Lassan-lassan végéhez közeledik a beszélgetés, és azért össze kéne foglaljuk a mondandónkat, hogy egy kicsit segítsünk, és egy kicsi ötletet tudjunk adni, hogy a szülő akkor hogy is viselkedjen a gyermekekkel, hogy ők jó testvérek legyenek. Az első az alap az, hogy szeretetteljesen. A második, hogy következetesen. A harmadik, hogy ne akarjon egyformán viselkedni mindegyik gyerekével, mert olyan nincs. Nem tud, mert ahogy a gyerekek növekednek, olyan egyéni helyzeteket fognak teremteni, amire ott és akkor kell reagálni. Tehát erre azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ha az egyik gyereket belázasodik, akkor mind a hármat végig gyógyszerezed? Mert igazságos vagy? Tehát ez hogy? Ez nem működik. Tehát más az igénye. Nem arra van szükség, hogy én jó anya minőségemben szerepelhessek, hanem arra van szükség, hogy ráfigyeljek, az ő figyel, ő ráfigyelve az ő szükségletét alakítsam ki, hogy elégítsem ki. Tehát én ezt tudnám mondani a szülőknek, hogy leginkább a gyerekre figyelve hozzanak döntéseket tudatosan. Ismerjük meg a gyermekünket, szeressük őket, és adjunk gyökeret és szárnyakat, hogyha úgy adódik, és azt látjuk, hogy igen, ő szárnyalna, vagy neki egy fix kell, egy valami, egy biztos bástya, és az, hogy jól megismerni a gyerekünket, a gyerekünkön keresztül ugye mindig mondom önmagunkat. Mert ugye a gyerek fényében, a gyerek viselkedésében meglátjuk a valódi önmagunkat is, hiszen minket mintáz. Gábor atya konkrétan kinevetett. Igazából rögtön ez jutott eszembe az örök szlogenunk, amit most itt elmondtál, hogy hát a felnőttként hozzáállni a dolgokhoz, és hogyha magamat is megismerem, vagy magamat látom, azt gondolom, hogy a gyerekekkel való viszony, megint innen kívülről nézve, ahogy a szülőkkel találkozom, vagy látom őket, azért nagyon sokban segíthet. Amit itt Csilla mondott, hogy egy saját magamat is megismerjem, hogy hajlandó vagyok-e saját magamat megismerni, mik az én gyenge pontjaim, mik azok, amikre ugrok, és hogy képes vagyok-e ezekre válaszolni, vagy inkább csak hagyom, hogy elsodorjanak az indulatok, érzelmek, és akkor én is leereszkedek arra a gyerek szintre, ahonnan ő megszólított engem. Szerintem ez a legnehezebb dolog, hogy milyen. Tehát látok ilyeneket, és nagyon aranyosak, hogy apuka a gyerekével úgy vitatkozik, mintha teljesen egyidősek lennének, és ott mindegyik megmondja magáit, de tényleg nagyon-nagyon sok ilyen történet van, amikor ezeket egy picit bele lehet látni, amit ők észre se vesznek, mert hogy olyan nagyon természetesen, de egy picit két lépéssel hátrébb tudnak lépni, és úgy tudnak visszanézni egy-egy ilyen helyzetre, akkor szerintem ezzel lehet dolgozni.
Én úgy gondolom, nagyon jó témánk volt, de ugye az is nagyon fontos dolog, hogy ha mi a helyzet, hogyha a szülők rivalizálnak, hogyha apa féltékeny anya karrierjére, vagy akár fordítva, vagy más miatt van rivalizáció. Ezzel fogunk foglalkozni egy hét múlva a Családőrzők című műsorunkban. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tolnyai Gábornak, hogy itt voltak. Én nagyon élveztem a beszélgetést, és természetesen köszönöm helyszínünknek, a Fekvőkatonas Söröző és Kávézónak is, hogy itt lehettünk. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!